Jó reggelt, a 4 óra körül van. Most jött meg ez a csepacs, ez a dörömbölős. Azon gondolkodtunk, hogy van itt egy kis társadalmi probléma. Mert én beolvastam nekik, azért van most kus, csak én mutatom. Mert már felvidéki magyarok is idejöttek dugni. Mert azt mondják a hölgyek, de a többiek is, mert beszéltem velük, de ma is megyek, majd beszélek velük. Megkérjem beadványokat ma, hogy honnan elvihessem. Azt mondják a hölgyek, hogy buzerások a csávók mindenhol, de legalábbis ezek a kelet-európai hölgyek, vagy hogy mondjam, az Évike. Én nem tudom, mi lesz ott önöknél. Tudom, hogy nem önnel van, vagy meg a férjével, nem a kis csapatommal. Azt mondják a hölgyek, hogy olyan mértékben buzerások a csávok, és csak és kizárólag, tehát hogyha valakit úgy hívnak, hogy nagy ödön, akkor kizárólag egy olyan nő után hajlandó csak kajdatni, akit úgy hívnak viszont, hogy mit tudom én, boldog tihamérni. Semmiképpen sem mászkál a nagy boglárka után. És az összes nagy boglárka Évike itt van. Ez 80 000 hölgy. Azt mondták, hogy mi nem élünk otthon úgy, mint egy ilyen, hogy az a problémájuk, azt mondják a hölgyek, de azt mondták, évek ez a toltató, ez, és jövök baszva ide a szalomba. Meg föllázott, és mi nem fogunk így élni, értek mind buzik. Tehát jó, hát most buzik, most olyan fasz csinálják velük. Majd lelőjük őket, vagy nem tudom, majd a cebával megvettem, mit csak buzikkal. Ez a buzik társadalma. Fatterjes buzi, az anyja alkoholista állat, ez meg mind buzi. Ide jöttek a hölgyek, meglátták ezeket a gyönyörűséges csávókat, mert ezek viszont nem buzik. Csak most az a bajom, Évike, mint az a problémánk, hogy nekem szükségem van a gyönyörűséges csávóra. Ez kell jó, nagy darab, ilyen kigyós srácok, ilyen klassz ízmaik vannak, six-pack-esek, ilyen kurva jó arcuk van, jó, magasak, olyan jól néznek ki. Itt dolgoznak raktárban, mindenki ilyen bossz, olyan bossz, amolyan bossz Évike, nekem szükségem van rájuk, tehát én nem tudok most betanítani itt mást ilyen munkára, vagy postásért nem tudom elengedni, de szükségem van csávóra, az anyjára, az apjára. Mindegyek az anyja nővér, bába, ilyen adminisztrátor anyukák, vagy bankba dolgoznak. Apukák ilyen üzletvezetők szoktak lenni. Mert most azon agonizálunk mi itt, Évike, mert ezek a csepacsok is buzerások, de ezeknek a csaja meg, ezek a csepacsok, albánokkal szokott dugni. De még vannak itt albán fiúk, akik elszerettek innen lányokat. Csak azt feljük, hogy mert terhesek, azt mondjuk, hogy megszülessen a baba. Mert ezekkel is dugtak, meg az albánokkal is, de szerintem az albán fiúk, én úgy érzem, de meglátjuk. Most nem tudom megengedni, Évike, mert nektek is rossz. Most 6 hónapig itt vannak nálam. Utána 6 hónapig ott vannak nálad. Oda hogy illeszkednek be? Mert ezek a hölgyek itt megészül elpirinckáznak angolul. Inkább azt javaslom a békesség érdekében, egy pillanat, hogy ők majd helyi dokumentumokkal rendelkeznek, és akkor teljesen mindegy, hogy milyen államokon keresztül mennek át, jó? Ha el is lehetek látogatni, utána vissza tudnak jönni nyugodtan. Mert nem tartodnak se magyar, se akármilyen jogszabály alá. Vissza tudnak jönni nyugodtan. Inkább javasolnám nektek oda, nekik a tartózkodás engedélyt. Vagy csinálunk ilyet, azon gondolkodtam, Évike, majd megbeszéljük az alkotmánybírósággal, majd írok egy beadványt erre a héten, nem fogom elfelejteni, ne aggódjanak, hogy családlátogatási engedély. Nekem kell ezek a hölgyek, ezek itt dolgoznak majd az óvodában, mint felügyelők, de ezek a magyar hölgyek. Mert én kész vagyok a buziktól. Tehát egyszerűen Évike, 80 000 nő jött még, de komolyan mondom, hogy itt szexuális életet éljen. Tehát ez katasztrófa, mi ott van. Önök buzik.